Üdvözlök mindenkit a Dragon Blade videó második részénél. Ugye emlékeztek még az előző rész végén bemutatott számszeréire? Ugye mondtam, hogy ez egy kis koppintás a Painkillerből, és következő pályán már szintén egy ilyet láthatunk, és ennél le sem tagadhatják, hogy a Painkiller volt az alap. Akkora pofátlan dolog ez, de hogyha még a megvalósítása jó lenne. Ugyanilyen karókat lő ki, és gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, mint a Painkillerben az úgynevezett Bolt Gun, csak nézzétek meg, ennek milyen szép animációja van, sokkal gyorsabb is. Erre mit kapunk? Ugyanilyen undorító grafikát, még célba lőni se lehet vele. Átmegy a céltáblán ez a szerencsétlen, és nagyon pontosan kell vele célozni, és mi ez a légypiszok? Hasonlítsátok már össze a Painkillerben lévő távcsövet, ahol lehet látni is valamit ezzel a Dragon Blade-beli gagyival, hát kurva koszos, nem is lehet látni semmit. De ha már a lopásoknál tartunk, akkor szeretném megmutatni a negyedik pálya két szörnyét, ilyen gyönyörű lila fény mellett. Ez a zombi engem baromira emlékeztetett a The Suffering nevű játékból a Slayer nevű zombira, illetve ugyanezen a pályán ez a nagy fejszés behemót szintén a Painkillerből erre a hóhérre emlékeztet. Nem tudom, mi lesz így, de hogyha ez a Dragon Blade tovább folytatja a lopásokat, ide fog kerülni. Na de nézzük is tovább. Ennyit az ellenfelek intelligenciájáról. Simán le tudna csapni szerintem a fejszéjével, nem? Helyettes szépen sétálgat. Nem is vesz tudomást rólam, a másik is. Nagyon esztétikus mozgásuk van. Francba nehéz eltalálni ezzel a fegyverrel. Na most talán sikerült. És ennek a zombinak van szerintem a legszebb halál animációja, hát... Nézd... Öj... Csücs le. És már azelőtt kiszáll a csontváza, mielőtt meghalna. Ez borzalmas. Na, a következő pályán nem tudtam, hogy merre kell menni, és egyébként is sötét volt, ezért világosítottam a képen. Hát én az életben nem gondoltam volna, hogy ezen a vékony kis palánkon kell oda felmenni. Gyönyörű az ugrás animáció, ezt ugye már láthattátok. És folytatódik tovább a játék ezeken a tetőkön. Hát, nem olyan nehéz itt leesni, ahogy mindjárt látjátok. Beszorult, menj már, ugorj ki. Oké, most gyerünk, nem, francba. És innen kikeveredni egy rémálom, folyamatosan ugrálni kell, hogy ki tudjál jutni, de lecsúszik mindenről. És olyan, mintha a gravitáció baromi alacsony lenne, mert olyan szépen ugrik. Ez valami hihetetlen. Olyan szépen lassan. Na és itt még egy kis szösszenet az ellenfelek intelligenciáról. Két gladiátor koma szaladgál össze-vissza. Jaj, de szerintem hagyjuk őket békében nyugodni. És nézzük meg ennek a pályának a végét, mert ez is egy csoda. És az a lényeg, hogy ott a árnyékban van egy űrge, ilyen fószer, aki mindjárt meglátjátok, hogy kicsoda. Egy öreg ember, de milyen hangja is van, mint egy kislánynak. Ami sajnos nem hallatok, de még lesz róla szó. És ebben a videóban is megcsodálhatjuk a főhősünket. Nézzétek meg! Atya, úristen, ezt komolyan gondolták? A szeme nincs is egy vonalban, úgy néz ki, mint egy alkoholista disznó. És fikás lenne az orra, vagy mi az ott? Jaj, ez a videó is annyira nem értesz belőle semmit, hogy tényleg mi történik. De a következőben, hát... Derik, volt az szakító. Összkében utal, nem el. Na itt vagyunk az ötödik pályán, és rögtön az elején észrevettem egy baromságot. Mik ezek a mini céltáblák? Ilyen egereknek vagy patkányoknak van készítve? Ez ők szoktak lőgyakorlatozni? Hogy ez is egy ilyen easter egg lenne, hogy jaj, de jó pofák a készítők, és ügyelnek erre? Hát akkor inkább a vízre kellett volna ügyelniük, mert kilátott még ilyet, mint valami felmosó víz. Jó, a táj az rendben van, de ez a víz... Ez annyira kritikán aluli, még a Csernobil gomb se segít. Fel nem fogom, hogy ez hogy lehet. Ha jól tudom, ez egy 2005-ös játék, hát 2004-ben volt a Far Cry, de abban 500-szor szebb víz volt.
Ja Istenem, és ez a terület egy varázslatos kis terület, ugyanis ugye lelövöm ezt a átszúrt lovagot, és utána tovább mennék balra a folyóson, hát arra vezet. Végül is gondolom arra kell tovább menni. Megyünk és... Rups! Na mi a franc? Ezt nézzük meg még egyszer. Megyünk és... Hirtelen a vízet látjuk és átkerülünk egy pincébe, visszamenni nem tudunk. És rögtön... Ránk támad két ilyen baromi nagy lovag terminátor, vagy nem tudom mi. Miért nem lehetett már akkor megoldani, hogy egy lépcső vezet le ebbe a pincébe? Most miért kellett ezt ilyen hülyén megoldani? Még a hülye is észreveszi, hogy egyszerűen csak úgy át lebegtünk oda, át teleportálódtunk oda. De ez a szoba nekem tetszett, jó az a fényhatás itt benne, jól néz ki. És el is kéne itt a következő részben, ugyanis kurva nagy a sötétség ebbe a játékban. Most itt egy átjáróba fogok bemenni, de ezt is csak véletlenül találtam meg így, és összességében így hátrafele közlekedni sokkal jobb ilyen sötét területeken. Iszonyatos. Ennek kiérünk egy ilyen STK csempés kis helységbe, ahol néhány ilyen elég merev mozgású testőrt kinyírunk. Nézzétek meg, tiszta STK. És ezt a pár testőrt kinyírva bemegyünk a terembe és jön egy átvezető. Ja Istenem, ez a japán nyelvparádé. És milyen hülye név a világ urának, hogy Mixas. Tehát Miska, vagy mi van? De annyira fölidegesített ez a japán izé, hogy inkább csináltam egy saját szinkront. Hallgassátok. Mixas vagyok, az egész világ ura. Mi a neved, te kis takony? Semmi között nincs hozzá. Akkor névtelenül halsz. Na, hogy tetszett? És külön érdekesség, hogy most a fő ellenfél elé teleportált minket. Nagyon sokszor a terem elején maradunk, és a világ, egész világ ura ez a mix, az pár lövéssel és életörő veszteség nélkül legyőzhető, tehát nincs benne kihívás. Na a következő videó erejéig adok egy kis házi feladatot. Kérdésem, mi olyan különleges ebben a képben? Mit találtok benne valami furcsát, akkor gondolkozzatok rajta. A következő videóban jön a megoldás. Sziasztok!